Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. A gyulai zsidókra emlékeztek. 76 éven 420 embert hurcoltak el koncentrációs táborban. Több százan a múzeumokban. Gyula 4 kiállító helyén várták az érdeklődőket szombat este. Adomány a koraszülötteknek. A csomag koraszülött fészkekből, inkubátortakaróból és textíliákból áll. 76 évvel ezelőtt több száz zsidó polgárt hurcoltak el Gyuláról. Erre emlékeztek vasárnap az izraelita temetőben. Radnóti Zoltán főrabbi beszédében elhangzott. Azért van szükség az emlékező szertartásokra, hogy közösen megrendüljünk. Ez a nap híre. A gyulai zsidók 76 évvel ezelőtti elhurcolásáról emlékeztek meg vasárnap az izraelita temetőben. Az eseményen Radnóti Zoltán főrabbi elevenítette fel az egykor történteket. Hangsúlyozta, az elhurcoltak példát jelentenek mindannyiunk számára. Úgy fogalmazott, ők viszik előttünk a lámpást, hogy soha ne tévedjünk el a történelemben. Ez a lélekutazás mindenünk számára konfliktusos és nehéz. Mert kérdéseket kell föltennünk magunknak, hogy lehet, hogy fölsverünk tenni, és szembe kell nézni azzal, hogy a lelkünknek egy részét vesztettük el. De ezt szeretném kijavítani. Nem elvesztettük őket, hanem mindannyian itt vagyunk, ti és én is. Viszünk magunkkal még több lelket. Hiszen azt a oda ráírt számára fogok beszélni egy pár szót, a 420 lélek, rá van írva arra a kőre, a lelkei itt vannak velünk, és mi visszük tovább. Heiszler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke üzenetében kiemelte, ami 1944-ben történt, arra azóta sincsenek szavak. Megjegyezte, hogy a gyulai önkormányzat vezetése gondozza a helyi zsidó emlékeket, előbb az izraelita temető, idén pedig az első világháborús zsidó katonasírok újultak meg. Reményét fejezte ki, hogy egyszer az egykori zsinagóga mellett emlékközpont mutathatja be a gyulai zsidók történetét. A helyi közösség hasznos és fontos tagjai voltak a zsidók, hangsúlyozta emlékbeszédében Pápai Attila evangélikus lelkész. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ahol a holokauszt pusztított, ott mindenütt a történelem szégyenévé vált. A Shoah 1944 tavaszán elérte a helyi izraelita hitközség tagjait is. Pedig Gyulán azelőtt nem volt jellemző az antiszemitizmus. Sőt, a város megbecsült és tisztelt polgárai között tartotta számon azokat a kereskedőket és iparosokat, orvosokat és ügyvédeket, vagy éppen a kétkezi munkásokat, akik már a 19. század közepe óta hitközségbe, szerveződbe is fejlődését szolgálták. Diósi Lajos, a gyulai zsidó alapítvány elnöke elmondta, 20 éve még lényegében csak a zsidók, vagy a hozzájuk erősen kötődő emberek álltak itt. Azóta viszont a város polgárai közül egyre többen jelennek meg. Az egész városban közvetlenül érintett, családilag érintett ember, hát lehet, hogy 50, lehet, hogy 6, lehet, hogy 8 vagy 10. Hála a sorsnak, mikorra ők elfáradtak, eltávoztak, addigra a város polgárai közül növekvő számban jó akaratú, jó szívű és gondolkodó emberek felénk fordultak, és meg tudjuk tartani tulajdonképpen növekvő létszámmal ezeket az ünnepségeket. Az eseményen az emlékezők tiszteletük jeléül köveket helyeztek el az elhurcolt zsidók emlékművénél. Több százan látogattak el a múzeumok estéjére szombaton. Gyula 4 kiállító helyén tematikus tárlatvezetéssel, koncertekkel, fegyver és viselet bemutatóval várták az érdeklődőket. Ladis László, az én lábfiegyem, ugyanazt örökölt az édesapjától, a munkaszületetét, a munkamániáját. Kimaradás engedélyezve, Kompromisszumok egy polgári házastársi viszonyban címmel rendeztek tematikus tárlatot szombaton a Múzeumok estéje egyik gyulai állomásán, a Ladics házban.
1894-ben ugyanis Latics László felesége Kliment Margit a korszak társadalmi elvárásaival, a nemek közti hierarchikus viszonnyal ellentétben kimaradási engedélyt állított ki a férje számára. Ladics László Kliment Margit társaságát mellőzve egy hölgy ismerősét kívánta meglátogatni az este folyamán. Az asszony, akit Zeke Adél tárlatvezető személyesített meg, bár engedélyezte a találkozót, különböző feltételeket fogalmazott meg a kimaradási engedélyben. A karikagyűrűjét azt nem verti le, mert ő házas ember, én vagyok a felesége, és a kapukós legyen mindig a zsebében. Mert ha ezt elmulasztja, ez benne van ebben a kimaradási engedély szövegében, ez megvan, ez egy dokumentum, ami fantasztikus dokumentum a Ladics háznak, hogy ha ez nem lesz meg a zsebében, és a jegygyűrűjét lemeri venni, akkor szólok a polgárőröknek és a rendőröknek, és meg fog nekik mondani, hogy nem engedhetik be a házba, tehát Ladics Lászlónak ezt meg kell tennie. A múzeumok estéje megszervezésére rövid idő állt rendelkezésre, ezért a legnépszerűbb, korábban már többször is bemutatott tárlatokat tekinthették meg az érdeklődők. Ezek azonban leginkább a gyulai kultúra kedvelők számára lehettek ismerősök. Igazából becsöppentünk, itt nyaralunk, de jó, hogy kastélyen kíváncsiak voltunk, így megvettük az egész programestét, megnézzünk mindent, amit lehet, hogy tudunk, időbe belefér. Az Almási kastély parkjában a Békés megyei szimfonikusok kamarazenekarának koncertjét díjmentesen tekinthették meg a látogatók. A zenekar a legismertebb művekből készített válogatást játszotta el, mely minden korosztályt a kastélyparkba vonzott. Többek között felcsendült Strauss Kék Duna keringője, vagy Vivaldi Négy évszak című zeneművéből a Nyár tétele. A kastély falain belül a felnőtteknek kedveztek az előadásokkal. Szilágyi Sándor történész tárlatvezető a Főúri Világ hálószoba titkairól osztott meg érdekességeket, de az este folyamán a látogatók azt is megtudhatták a Sántáné a Sátáné című tárlaton, milyen boszorkányperek zajlottak Gyulán, illetve a környéken. Fábián Tamás kommunikációs vezető elárulta, több mint 100-an vásároltak elővételben jegyet az esti programokra. A jelenlévők azonban ennél jóval többen voltak, hiszen a legtöbben hétvégére érkeztek Gyulára és gyakorlatilag belecsöppentek a rendezvény sorozatba. Hozzátette, több változtatás várható a jövőben az Almási kastély kínálatát illetően. Változik a kiállítóhelyek nyitvatartása is. Itt a kastélyban esténként szeretnénk majd egy új garantált program elemet beemelni. Egy gyertyafényes kastélylátogatás tulajdonképpen, amely a hétvégenként természetesen elsősorban az ideérkező turistákra fókuszálva várja majd a látogatókat. A gyulai várban is zajlottak a programok, itt szintén a felnőtteknek kedveztek a Ha az erényöv mesélni tudna elnevezésű előadással. Akik az előző hétvégék valamelyikén a vár környékére látogattak, számukra nem volt idegen a Kerecsényi László Íjász Egyesület programja. Ők az íjászat mellett fegyverbemutatóval kedveskedtek a turistáknak, akik különböző korhű fegyverreplikákkal ismerkedhettek meg, hogy azok milyen harcászati, taktikai feladatokat láttak, láthattak el a 16. században. Közel 1 millió forint értékű adományt kapott a Gyulai Tagkórház koraszülött osztálya az Alapítvány az Alapítványokért Alapítvány jobboltából. A csomag koraszülött fészkekből, inkubátortakarókból, textíliákból és egyéb adományokból áll. Több mint 1 millió forint értékű, speciális eszközökből álló csomagot vehetett el péntek délután a Gyulai Tagkórház koraszülött osztálya. Az adomány koraszülött fészkeket, inkubátortakarókat, textíliákat és egyéb eszközöket tartalmazott. Ezek az Alapítványokért Alapítvány jóvoltából kerültek Gyulára. Az eseményen elhangzott, a gyulai állomás előtt eddig 7 kórházi osztálynak adhattak át az általuk tervezett, orvosilag jóváhagyott textileszközöket. Céljuk, hogy összesen 300 millió forint értékben szereljék fel az ország 21 koraszülött osztályát. Nagyon érdekes új innovatív dolgokat is terveztünk, ugye, mint például a J-betű forma babatámasztó, ami kiderült, hogy nem csak babatámasztására alkalmas, hanem baba kapaszkodnak a babák benne, pont úgy, mint az anya köldökzsinórjába. Én nagyon fontosnak tartom ezeket a dolgokat, hiszen régen ez nem így működött. Most egy csomó mindent ezzel
át tudunk hidalni, mint a plüssöl előkezekkel, ugye, hogy az anya közelségét pótoljuk, és a babasálakat, amiket terveztünk a koraszülött csomagokra, a baba fészkekre, azok olyan hatással tudnak lenni a babákra, olyan, mintha az anya karjába tartaná, hiszen tudjuk, hogy ezek a babák idő előtt jöttek a világra, és keresik a helyüket a külvilágba. Abdurrahman Abdurrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kuratóriumának elnöke az eseményen kiemelte. Fontos eszközökkel bővült a koraszülött osztály. Az egyik ilyen az ultrahangozható sapka. Az ultrahangozható sapka, ezért fontos, mert akkor, hogy sapka van a koraszülött fején is, hogyha koponya ultrahangot akarunk csinálni, mert ez rendszeres vizsgálat a koraszülött intenzív osztályon, akkor nem kell levenni a sapkát, hanem kigombolható ott, ahol kell megcsinálni az ultrahangot, utána szépen visszagombolni, mert akkor kevesebb mozgatás kell csinálni a gyerekkel. Az ölelőkezek a koraszülött biztonságban érzi magát, hogy valami öleli át, olyan, mintha anyának a keze, a fészek, ezek pedig körülveszi a koraszülöttet, és úgy érzi a koraszülött, hogy biztonságban van. A perinatális intenzív centrum 23 éve működik Gyulán. Itt látják el a megye valamennyi koraszülöttjét. Tulajdonképpen amiket az alapítványhoz, hát ez az, ami a babatortán, tehát amikor még olyan kényelmi felszerelések vannak, amik kellemesebbé teszik az életet. Tehát le lehet ülni egy hokedlire is, meg le lehet ülni egy jó foterra is, és ezek ilyenek. Tehát az, hogy jó minőségű vannak megcsinálva, hogy szépek, hogy a színeik feldobják a környezetet, ez mind olyan plusz, ami nagyon jól fog jönni biztos. Az eseményen elhangzott, a csomagok a koraszülöttek mellett az orvosokat és a nővéreket is szolgálják, hogy a munkájuk minél zökkenőmentesebb legyen a hétköznapokban. Idén Gyulán a Városháza dísztermében rendezték meg a Bándi Kálmán Tagkórház Semmelweis napi ünnepségét, ahol ezúttal is rangos elismeréseket adtak át. Rövid hírek következnek. A himnusz eléneklésével kezdődött a Bándi Kálmán Tagkórház Semmelweis napi ünnepsége június 26-án. Az eseményt ebben az évben rendhagyó módon a Városháza dísztermében rendezték meg. Elsőként Görgény Ernő polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki a koronavírus járvány ide alatt helytálló egészségügyi dolgozókra hívta fel a figyelmet. Semmelweis Ignác statisztikákkal bizonyította, hogy a kézfertőtlenítések, a megbetegedések és a boncolások között összefüggés van. Könyvét Európa valamennyi szülész professzorának elküldte, de nem kapott rá választ. Becsei László, a Békés megyei központi kórház főigazgató főorvosa, az anyák megmentőjének nevéhez köthető felfedezéseket ecsetelte, majd párhuzamot vont a koronavírus járvánnyal, hiszen a megbetegedés elleni védekezés egyik módja a kézfertőtlenítés. Az ünnepségen ezt követően az önkormányzat által alapított Libor János díjat és a központi kórház elismeréseit adták át. 2020-ban Libor János díjban részesült Martin Tibor osztályvezető főorvos, az egészségügyi szakdolgozók közül Tóth Drótár Magdolna és Pap Attila ápoló. A Libor díjak átadása után a kórházi kitüntetések átadására került sor. Kórházért elismerésben részesült Dobó Márta osztályvezető főorvos. A hétköznapi betegellátásban kimagasló munkát végző dolgozók, valamint a koronavírus járvány ide alatt példamutató szolgálatot tevő orvosok és egészségügyi dolgozók főigazgatói dicséretben részesültek, melyet szintén a pénteki eseményen adtak át. Hagyományosan egy kis haranggal adja meg a jelet a kezdésre Regele Piroska a gyulai szenior úszóversenyen. Nem volt ez másképp idén sem. A péntek kora délutáni megnyitón Kónya István gyulai alpolgármester arról beszélt, hogy végre újra nyitva lehet a fürdő, így ennek a nagy hagyományú versenynek is otthont adhat. Kun Miklós igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy folyamatosan zajlanak a korszerűsítések, jövőre pedig még szebb környezetben rendezhetik majd meg a Regele Károly emlékversenyt. A versenyzőknek minden esetre nem volt könnyű dolguk, hiszen az elmúlt hónapokban igencsak korlátozottak voltak a felkészülési lehetőségek.
A szervezők sem voltak könnyű helyzetben, nagyjából másfél-két hete dőlt el végleg az, hogy lesz verseny, hiszen időközben megszűnt a veszélyhelyzet, és az uszoda felújítása is véget ért. A jubileum alkalmából a szervezők egy könyvet is megjelentettek, melyben többek között a résztvevők visszaemlékezései is olvashatók. Töltött párat a fegyverbe, visszalép jelzetet adja a fegyver. Fél az FBI, Lőla! Pénteken tartottak nyílt napot a Békés megyei rendőrfőkapitányság átjárás táborában. Ahogy az eddigi években, úgy idén is 8 héten át tartanak majd a foglalkozások a Gellény birtokon. A hagyományokat megszakítva az első 3 hétben nem a megye hátrányos helyzetű gyermekei, hanem a rendészeti középiskolások vehetnek részt a változatos programokon. A tábor célja az iskolai oktatásra épülő gyakorlati ismeretek elsajátítása mellett a pályaorientáció volt, hiszen a rendőrség mellett többek között a katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a büntetés végrehajtás is tartott foglalkozásokat. A középiskolások így már most betekintést nyerhettek a szervezetek munkájába. Telekné Furák Mónika rendőralezredes, a Békés megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője elárulta, a 3 hét során a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei és az ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógusok ismertették meg a fiatalokat az alapvető szabályokkal. Pénteken ért véget a tábor első hete, melyen 50-en vettek részt. A következő 2 hétben további 100 iskolás ismerkedhet meg a rendészet rejtelmeivel. Ezt követően kezdődhet el az 5 hetes tábor, mely közel 400 hátrányos helyzetű gyermek számára nyújt fejlesztő és élményfoglalkozásokat. Június végéig tekinthető meg a gyulavári kastélyban nyílt különleges tárlat. A csoportos online kiállítás az Aradi Ion Andreescu Képzőművészeti Egyesület 4 alkotójának változatos technikával készült műveit mutatja be. Oroszné Árgyalán Ilona intézményvezető elárulta, már évelején elkészült az időszaki kiállítások beosztása, mely alapján 2 hetente újabbnál újabb festményeket, kézi munkával készített vagy díszített tárgyakat tekinthettek volna meg az érdeklődők. A koronavírus járvány következtében azonban hatékony átszervezésre volt szükség. Ennek köszönhetően született meg a több mint 60 alkotást bemutató virtuális tárlat. Corina Pecsikán, Katerina Helmegyánu, Esztera Kertész és Lenuca Rusz, illetve a Képzőművészeti Egyesület munkáit korábban már több alkalommal is megtekinthették a gyulavári kastély látogatói. Az alábbi képsorok a virtuális kiállításból mutatnak be egy rövid részletet. Oroszné Árgyalán Ilona kifejtette, ugyan mind a 4 alkotó más-más technikával készíti el képeit, ezek élénk vidám színvilága mégis összekapcsolja őket. A művek többsége tájat, csendéletet ábrázol, azonban vannak kivételek is. Több portré, szobor és absztrakt alkotás is helyet kapott a digitális tárlaton. Oroszné Árgyalán Ilona elárulta, tervezik a korábban elmaradt kiállítások pótlását, a közeljövőben azonban szeretnének teret adni a helyi alkotóknak is. Július 1-től 15-éig például Szabó József és Török Erzsébet festményei lesznek láthatók. Az Aradi Képzőművészeti Egyesület virtuális tárlatáról, illetve a gyulavári kastély következő kiállításairól bővebben pénteken Értékőrző című műsorunkban is hallhatnak. Féltávnál jár a szabadkígyósi Wenckheim kastély felújítása. A lapszemle következik. Félúton a szabadkígyósi Wenckheim kastély felújítása. 50%-os készültségű a szabadkígyósi Wenckheim kastély és kastélypark turisztikai célú felújítása, írta a Békési Járások. A napokban helyére kerül a kápolna melletti torony újjáépített 25 tonnás sisakja, illetve a csigalépcső 5 tonnás torony sisakja egyaránt. A felújítási munkálatok folyamatosak. A templom előtt miséztek Nagyváradon. A hatályban lévő járványügyi intézkedések értelmében ugyan bizonyos szabályok betartásával már lehet templomokban is miséket tartani. Jézus szívének ünnepén a Szent Misét mégis a Székesegyház előtti téren mutatták be, írta a Magyar Kurír. Ott a jelenlegi körülmények között többen elfértek a biztonságos védőtávolság betartásával, mint a plébánia templomban. Az Erzsébet utca is megújult viharugrán, több utcában is aszfaltoztak, és ezzel jelentős beruházást valósítottak meg viharugrán, írta a Beol. A község sikeresen szerepelt egy belügyminisztériumi pályázaton, összesen 15 millió forint támogatást kapott.
Fakókesejű kelt ki Dévaványán. Idén már a második fakókesejű fiókát keltették sikeresen a dévaványai túszokvédelmi állomáson. A kmnp.hu arról számolt be, hogy az egészséges madarat a napokban a Hortobágyi Vadasparkba szállították. Forró napok előtt állunk, csak kedden várható pár fokos lehűlés. Jelentősebb csapadék a következő napokban nem várható. Csütörtökön zivatarok hozhatnak enyhülést. Kedden sok napsütésre, száraz időre van kilátás, csapadék nem várható. A hőmérséklet az éjszakai 17 fokról délutánra 29 fokig emelkedik. Szerdán erősödik meg a meleg, extrém erős lehet az UV-sugárzás. A hőmérséklet 18 és 32 fok körül alakul. Lássuk még egyszer mai híreinket. A gyulai zsidókra emlékeztek. 76 éven 420 embert hurcoltak el koncentrációs táborba. Több százan a múzeumokban. Gyula 4 kiállító helyén várták az érdeklődőket szombat este. Adomány a koraszülötteknek. A csomag koraszülött fészkekből, inkubátortakaróból és textíliákból áll. Ez volt a Gyula TV híradója. Jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!